Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, kívánom a Jóisten áldását mindannyiunk számára, amikor ismét van egy alkalom, hogy együtt lehetünk és együtt kezdhetjük ezt a Szent Szombatnapot. Bizonyára különböző élethelyzeteket éltünk meg, kinek könnyebb volt, kinek nehezebb volt ez az elmúlt hét, de bármilyen is volt, hiszem, hogy mindenki a maga részében, a maga életében érezte a Jóistennek a vezetését, Jóistennek a gondviselését, sokszor kiutat mutatott a mi számunkra, amiért hálásak lehetünk a mindenható Istennek. Most mielőtt megnyitnánk Isten igét, és ismét bátorítást szeretnénk meríteni abból, meghívok mindenkit, hogy egy imádság erejéig közösen hajtsuk meg a mi fejeinket. Szerető Istenünk, mennyei jó atyánk, hálásak vagyunk te néked, a te szeretetedért, gondviselésedért. Köszönjük, hogy ismét egy héten át velünk voltál, vezettél, éreztük erős karodat, éreztük, hogy felemeltél, ahogy utat mutattál a mi számunkra. Köszönjük Istenünk mindazt, a sok áldást, amit elvehettünk a te kezedből. És köszönjük Istenünk, hogyha voltak fájdalmak, vagy voltak nehézségek az életünkben, tudjuk Istenünk, hogy ezek is azért voltak, hogy csiszoljanak bennünket, készítsenek, ébrezgessenek a veled való találkozás készenléte érdekében. Köszönjük Istenünk, hogy most is meghívhatunk, hogy légy itt jelen közöttünk. Te áldottál ezen alkalmat, ami számunkra a te jelenléted tegye teljessé ezt a kezdő áhítatot, hogy valóban a te ígéd elhasson a mi szívünk, elménk mélyéig, és ilyen formában segítsen nekünk abban, hogy még közelebb kerüljünk te hozzád. Köszönjük, hogy velünk leszel Istenünk, köszönjük, hogy a betegekkel vagy, és örködjél felettük és mindannyiunk felett kegyelmed által. Amen. Még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen alkalommal. Kívánom a Jóisten áldását mindannyiunk számára. Egy alapigét szeretnék felolvasni, és pedig a Timóteushoz írt levél, második levél a Timóteushoz, az első fejezetnek a 7. versét. Ismerős igevers. Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. Elmutatjuk azt, hogy ez az ige most egy éve hangzott el, március 20-án, péntek este. Igaz, most még 19-e van, de már lépünk be a 20-ába naplementekor. Most egy éve. Tehát úgy is mondhatnánk, hogy évforduló van. De minek az évfordulója? Hát most egy éve, hogy 2020. március 18-ai kormányrendelet értelmében kihirdették, hogy az elkövetkezendő 30 napban a koronavírus terjedésének megelőzése véget minden vallásos, nevelési vagy kulturális gyülekezés felfüggesztenek, ami a templomok és az imatermek zárt helyiségéhez kötődik. Tehát ennek az évfordulója. Nem egy örömteljes évforduló. Most egy éve, hogy ahogy az első istentiszteletet tartottuk egy üres teremnek. Most egy éve a gyülekezetben egy üres terem hallgatta, és online pedig úgy, ahogy most volt mindenki. Egy éve annak, hogy az első megszorítások mondjuk úgy megváltoztatták a mi életünket. Kiárási szabályok, higiéniai szabályok, igaz, kézmosás, megtanítottak, hogy kell kezet mosni, maszkviselés, távolságtartás, karantén. Most egy éve, mint kiürültek mondjuk úgy az élelmiszerboltok. Most egy éve, mint derült égből villámcsapás, mondjuk úgy hasított belénk a félelem. És a félelem következtében, hogy az előbb is említettem,
kiürültek az élelmiszerboltokban, a főélelmiszerek elfogytak, a kapcsolatok megszakadtak, szinte mondjuk úgy mindenki gyanussá vált a másik számára, és félelem ülte meg a világot. Ebben a kialakult krízis helyzetben akkor a romániai adventista egyház vezetősége arra bátorította híveit, hogy minden megnyilvánulásunkat nyugodtság, felelősségtudat, kiegyensúlyozottság és szolidaritás jellemezzen. Mert azt szerették volna, és nagyon jó irányba bátorítottak bennünket, hogy állampolgári minőségünkben úgy tekintsenek ránk a körülöttünk lévő emberek, mint akik részei vagyunk a krízis megoldásának, és ne úgy, mint akik részei vagyunk a járvány terjedésének, vagy esetleg problémájának. És itt elmondhatjuk azt, hogy áldja meg a Jóisten mindazokat, akik így álltak hozzá, hogy hogy legyünk megoldás a nehéz helyzetben. Akik ekként cselekedtek, akik mondjuk úgy, mint hogy az ígében olvastuk, akik nem a félelemnek a lelkével álltak hozzá ez az egész helyzethez, mert a félelemnek a lelkülete az nem az Istentől van, hanem ahogy olvastuk, az erőnek, a szeretetnek és a józanság lelkével álltak hozzá, mert ez van az Istentől, erőnek, szeretetnek, józanságnak lelke, és ezáltal mentek segíteni a szükségben levőket, felkeresve őket otthonaikban, és tényleg szükséges dolgokat megvettek nekik, vagy számlát fizettek, vagy élelmiszert vásároltak, vagy különböző más helyzetekben segítettek, főleg idősebbeknek, ugyebár mert bezártság volt. És ilyenkor sok esetben a Zsoltáros szavai váltak valóra a 107. Zsoltár 6. versében, de az Úrhoz kiáltának szorultságukban, sanyarúságukból megmenté őket. Nagyon sokan ott a magányos otthonaikban, egyedül létben felkiáltottak a sanyarúságukban, és a Jóisten pedig embereket küldött, akik megmentsék őket. De miért? Mert voltak emberek, akik készek voltak ebben a nehéz helyzetben a szolgálatra. Mert voltak emberek, akik felismerték nem elvonulni, hanem most van az ideje a cselekvésnek, hogy segíteni az én embertársaimon. És mondjuk el azt is, hogy és áldja meg az Isten az élvonalban harcolókat. És itt gondolunk az egészségügyi káderekre, akik állandó életveszélyben voltak és vannak, de mondjuk úgy samaritánusi lelkülettel küzdöttek és küzdenek az embereknek az életéért. Sajnos el kell azt is mondjuk, hogy sokak életét nem tudták megmenteni. És nem, hogy nem tudták, hanem sokak életét nem tudják megmenteni. Mert ott van a családokban a sírás, az elszakadásnak a fájdalma, mikor valakit elszakított tőlünk, ez a csúnya betegség, de nem csak ő nekik fáj, hanem fáj azoknak is, akik ott voltak az élvonalban, akik küzdöttek a csatatéren, ott elől, akik végignézték a halálosát, mert sajnos a családtagok ebben a helyzetben nem tudnak ott lenni mellette, nem tudják fogni a kezét, nem tudnak bátorítást nyújtani jelenlétükkel. De ott voltak, akik ott lehettek, akik ott harcoltak, és hány halálosát kellett végignézzenek, és ki tudja az ő lelkükben, milyen fájdalmat, milyen mélysebeket okoz ez. Igen, fájdalmas pillanatokat idézünk fel mostan. Sok ilyen fájdalmas esetben úgy tapasztalták meg nagyon sokan, hogy még a búcsúra sincs lehetőség. Engedjétek meg, hogy ezt egy kicsit költőjén is megfogalmazzuk. Csak jön a hír, elvitték, és ki tudja, látod-e még. Látogatni nem lehet. Esetleg az ablakból integet. Majd állsz a koporsó előtt, némán, mereven, és közben azon tűnődsz, aki ott bent van. Azt ismerem? Sajnos
sokan élték át a búcsú nélküli elszakadás végleges fájdalmát. Mert tényleg nem is tudtunk búcsúzni, és aztán már csak ott álltunk, és álltak sokan, de nem lehetett valóban látni, hogy ki is van abban a dobozban. De ez a búcsú nélküli elszakadás fájdalma mégis nem veheti el a mi reménységünket. Nem veheti el az újra találkozásnak a lehetőségét és az örömét. De Ésaiás így bátorít bennünket a 26. fejezet 20. versében, az ilyen nehéz helyzetekre nézve. Azt mondja, menj be népem, menj be szobáidba, és zárd be ajtóidat utánad, és rejtsd el magad rövid szempillantásig, míg elmúlik a bús harag. Hiszem, hogy sokan ezt tettük, mint hogy Ésaiás mondja, menj be szobáidba, zárd be ajtóidat, és valóban bezártságba kellett legyenek az emberek, és sokfele most is azokban vannak, és ott közbenjáró imában könyörögjünk szenvedő embertársainkért. Imádkozunk az élvonalban harcoló egészségügyi káderekért. Ott kiáltottunk és kiáltsunk az Úrhoz a járványnak a megfékezéséért. De, mint ahogy itt Ésaiás írta, mégis elgondolkoztató, de már egy év eltelt, és az ésaiási rövid szempillantásnak még nincs vége. Még nincs vége. Még a járvány, a bús harag, mondjuk úgy, javában tart és tombol. És épp ezért, mivel hosszú távú dologról van szó, és még most sem látjuk a végét, hol lesz ennek a vége, vagy lesz egyáltalán jobb, lehet csak rosszabb. Épp ezért vigyázzunk, hogy ne engedjük, hogy a félelem lelkülete uraljon bennünket. Ne engedjük. Nagyon könnyen elhatalmasodik a félelem. Hanem inkább engedjük azt, hogy az Isten félelem lelkülete uralkodjon el rajtunk. Mint ahogy olvastuk az alapigében, mert nem a félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Erő, szeretet, józanság. Mert ha van benned isteni erő, akkor nem félsz. Mert ha van benned isteni szeretet, akkor nem félsz. Mert van benned isteni józanság, bölcsesség, akkor nem félsz. Miért nem félünk? Mert azt mondja Lukács 21.31-ben, mert amikor látjátok, hogy ezek kezdenek meglenni, akkor tudjátok, hogy közel van az Isten országa. Akkor nem félsz, hogyha arra azt látod, hogy mindezek a dolgok rosszak és nem kívánatosak, de mindezek valamit jeleznek. Jelzik azt, hogy közeledik Isten országa, és akkor nem félelem lelke kell bennünk legyen, hanem örülni kell annak, hogy már nem sok van hátra. Igen, az emberekben, a bűnnek a következtében, és mindaz, ami ebből kihat rejánk, sokkal hamarabb eluralkodik az emberekben a halálfélelem, mint az Istenfélelem. És Sátán pont erre törekszik. Úgy is mondhatnánk, hogy ez Sátánnak az évezredes törekvése, kiölni az emberekből az Isten félelmet, és a helyét megtölteni halálfélelemmel. Ezért mondja a 23. Zsoltár is, még a halál árnyékának völgyében járok is, mert ott járunk. De mit kell mondani? Nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Ezt ne felejtsük el, hogy bármennyire halál völgyében járunk, bármennyire a halál félelem kéne természetszerűen, hogy eluralkodjon rajtunk, nekünk akkor sem lenne szabad féljünk, mert kell tudjuk, hogy ennek közepette is az Isten ott van velünk. A Biblia így fogalmazza meg Lukács evangélium a 21. fejezetének 26. versében, mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amikkel föld kerekségére következnek. Elhalnak a félelem miatt. Tehát Biblia is megfogalmaz, hogy igenis, eljön az idő, mikor az emberekben ott lesz a halál félelem. És ez még mindig nem az az idő, de már kezd az emberekben ez eluralkodni. Hogyha visszatérünk erre a mostani helyzetre, ami úgy
járványszerűen elterjedt az egész világon, érdemes megfigyelni, hogy a koronavírus egyik velejárója, de tehát nagyon sok embernél a koronavírus egyik velejárója a félelem okozta pánik és depresszió. Annyira legyengül az ember idegrendszere, hogy egyszerűen nem tud órá lenni önmagán. És többekkel beszélgettünk, látjuk, hogy sokan világosan elmondják, hogy mit tesznek rosszul, mit gondolnak rosszul, tehát ami belezavarja őket ebbe a kétségbeesésbe, és tudják, hogy nem kéne így gondolkozni, nem kéne így érezni, tehát világosan elmondják, amikor egy-egy jobb pillanatok van, hogy mi az, amit ők nem jól tesznek, amikor ott van rajtuk ez a halálfélelem. De mikor mégis reájuk tör a félelem, a rettegés mégsem tudnak ennek ellenállni. Szegények imádkoznak, kapaszkodnak az isteni segítségbe, és ilyenkor kissé megnyugszanak, mert tudják, hogy ott van az egyedüli segítség, aki ebben a nehéz helyzetben bármit is tud, de ő meg tudja tenni velünk. De mégis rövid időn belül, mintha elillanna ez az Istenbe való kapaszkodás, és visszatér a nyugtalanság a meggyengült ideg állapotok miatt. És érdekes módon, igaz, Pál apostol a Róma beliekhez írott levél 7. fejezetében ott nem erről, hanem a bűn elleni harcról beszél, de valami hasonló szinten élik át ezek a mostani nehéz, ilyen szerencsétlen helyzetben levő emberek is, amikor így mondja itt az apostol, mert nem azt művelem, amit akarok, hanem az akarás megvan bennem, de a jó véghezvételét nem találom. És nagyon sokszor így van ez. És igen, a gonosz ezt szeretné tenni bennünk, most például ezzel az ideg állapot legyengítésével is, hogy ne találják az emberek a jó véghezvételét. De még ezen túl sem. És a legnagyobb probléma még az nem csak most ezen járvány helyzetben, hanem addig is. Egyre növekedett az embereknek a depresszió betegségnek az aránya, mert egyre jobban elveszítik az emberek a biztonságot, a biztonságos talajt a lábuk alatt, hogy és nem találják a jónak a véghezvitelét. És a sátán azt szeretné, hogy ne küzdjünk tovább, azt szeretné, hogy adjuk fel a harcot, azt szeretné, hogy hátráljunk meg, azt szeretné, hogy adjuk át magunkat a rettegésnek és a halálfélelemnek. Ne higgyük el, hogy Isten még tehet értünk valamit. És ebben a nehéz helyzetben Pál apostol is felkiáltott a Róma 7:24-ben, ó én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. De Pál apostol rögtön meg is adja a választ erre a felkiáltásra, és mondja, hálát adok Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. A következő 25. versnek az eleje. Hálát adok Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Igen, Pál apostol felkiált, de ott van benne, ami bennünk is ott kell legyen, hogy igenis van szabadulás. Jézus Krisztus az egyedüli út a szabadulásra. Hisz azért jött le közénk, hogy segítsen nekünk kiemelkedni a posványból, segítsen kiemelkedni a depresszióból, segítsen kiemelkedni a nehéz helyzetekből. Nincs mitől féljünk. Miért? Mert Isten számtalan, kilátástalan helyzetben, élethelyzetben bebizonyította már, hogy őre jár, mindig lehet számítani. Csak néhányat említsünk meg Isten ígéből. Ott van például Ábrahám. Ábrahámnak megjelent éjszaka a mindenható Isten, és megnyugtatta őt, és azt mondta neki, ne félj, mert te veled vagyok, és megáldalak téged. Igaz, Ábrahámnak volt egy kilátástalan jövőképe, hogy most mi lesz, hogy lesz, és hányunknak van ilyen. Mit mond az Isten, amikor így tekintesz a jövőbe? Ne félj, mert te veled vagyok, és megáldalak téged. Meglátod, hogy jó lesz, csak bízd rám magad. Vagy ott van maga Józsué, amikor bátorította Jóisten a küldetésedben, amikor óriási feladatot bízott rá az Isten, amikor ő kellett betöltse Mózesnek a helyét, a nép vezetését, elfoglalni Kánaánt, és teherként nehezedett rá, Uram, hát én nem bírom ezt a terhet, mi lesz velem? És mit mond az Isten, amikor te is így érzel, azt, mint Józsénak, ahogy nem parancsoltam én meg néked? Légy bátor és erős,
Ne félj és ne retteg, mert veled lesz az Úr a te Istened mindenben, amiben jársz. Józsué 1.9-ben olvastuk. Hogy ott van maga Josafát király, amikor ellenségek támadnak Reá, Moabiták és Amoniták hatalmas sereggel jönnek, a Krónikák 2. könyve 20. fejezetének 15. versében az Isten így bátorítja a harcba indulásnál, hogy ne féljetek és ne rettegjetek e nagy sokaság miatt, mert nem ti harcoltok velük, hanem az Isten. Csak álljatok veszteg, és lássátok az Úr szabadítását. Amikor előttünk is, ki tudja milyen hatalmas kísértések, problémák, káosz, talán ellenség tör ránk, akkor ezek az égékben azt mondja az Isten, ne félj, ne retteg, veled leszek mindenben, amiben jársz. És igen, ezt Józsuének mondta, bocsánat, hanem azt mondja, hogy nem ti harcoltok velük, hanem az Isten, csak álljatok veszteg, és nézzétek, hogy az Isten hogy szabadít meg. És hogyha más helyzetben vagyunk, lehet ott vagyunk, hogy gyötrődünk, imádságban küzdünk, Uram, ostromoljuk az eget, mert érezzük azt, hogy szükség van arra, hogy az Isten meghallgasson bennünket, de mégse érezzük azt, hogy az Isten meghallgatott volna bennünket, akkor így gyötrődött Dániel is az imádságában, és azt mondja a Jóisten neki az angyal által, ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédid, és én a te beszéded miatt jöttem. Tehát Isten hallja a mi kérésénket, az Istennél nem vesződik el az, amit mi kérünk tőle. És ugyanígy bátorít bennünket is a mindenható Isten. Ne félj, te kedves férfiú, békesség néked, légy erős és bizony erős. Az Isten így szól hozzánk, mint Dániel 10.19-ben Dániel lesz, hogy meg akar erősíteni bennünket. De legyen ott a békesség bennünk, hogyha Isten szólítjuk meg, akkor ne engedjük, hogy sátán elvegye nyugtalanság által azt. Igen, Isten szeretné, hogyha erősek lennénk. Isten azért erősít, mert szeretné, hogy erősek lennénk ő benne. Isten szeretné, hogy erősek legyünk ő általa. Néha bizonyára megengedi, hogy hasonló súlyos, vagy esetleg még súlyosabb élethelyzetek legyenek a mi életünkben, de mindezt azért, hogy tovább erősödhessünk ő benne. Mint például a három héber ifjú is, igaz, a tüzes kemencében, az Isten megengedte, de egyedül voltak, nem, Isten ott volt velük, a nehéz helyzetben, ott volt bennük a tűzben, és nem esett bántódásuk. Vagy ott van Dánielt, elhagyta az oroszlánok vermében. Vajon sehol nem volt az Isten, de ott volt, mert másképp nem lehetett volna, hogy az oroszlánok ne támadják meg. Ott volt az Isten, és védelmű szolgált. És maga Mózes, mondhatjuk azt, hogy a Sínai hegynél, így bátorította a népet, emlékszünk arra, amikor összegyűltek, az Isten felhívta őket, és az Isten mennydörgött és villámlott, és a nép pedig megijedt, és ezt mondta Mózes nekik, ne féljetek, mert azért jött az Isten, hogy titeket megkísértsen, és hogy az ő félelme legyen előttetek, és ne vétkezzetek. Mit mond Mózes? Ne féljetek. Ne féljetek a mennydörgéstől, ne féljetek a villámlástól. És sokszor minden dörög és villámlik körülöttünk, úgy tűnik, és félünk, mert nem látjuk ebben az Isten, de ott van az Isten, nem hagy magunkra. Ne féljetek a betegségtől, mondhatnánk, ne féljetek a nehézségtől, ne féljetek a rémisztő élethelyzetektől, mert Isten ezeket mind megengedi, hogy erősödjetek ő benne, hogy erősödjetek ő általa. Róma 8.28, tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javokra van. Ne a félelem legyen elől a mi életünkben. Ezt mondja Mózes, ne a félelem legyen előbb, hanem az ő félelme legyen előttetek. Ez nem mindegy, vagyis az Isten félelem legyen elől, és ne pedig a halálfélelem. Az angyal egykor így szólt az asszonyokhoz, Máté evangélium a 28.5-ben, ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek.
hogyha megfeszített Jézus keressük, akkor nincs mitől félnünk a Biblia alapján. Ha olykor mégis a hitetlenség miatt, mégis megrémülünk, mégis látjuk, hogy az élet vihara van, és megijedünk tőle, akkor is Jézus így szól, a vihar, a káosz közepette, mint a tanítványoknak, akik megvoltak a halálfélelemtől szinte merevedve a háborgó tengeren. Mit mondott Jézus? Bízzatok! Én vagyok! Ne féljetek! Ezt mondja ma is nekünk, mikor az élet viharos tengerén hágyódunk ide-stova, és félünk, mert nem látjuk, hogy vajon hol van az Isten a mi segítségünkre. Isten a közepette azt mondja, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Kedves testvérek, kedves hallgatók, nekünk bíznunk kell Isten megbocsátó kegyelmében. Ő alig várja, hogy megbocsásson. Isten alig várja, hogy kegyelmezzen a mi számunkra. Hisz ezért mondta az angyal Máriának is, hogy ne félj, Mária, kegyelmet találtál az Istennél. Ez mondja ma is minden Istenhez fohászkodónak, aki őszinte szívvel, bűnbánó lelkülettel hátra akarja hagyni a gonoszt, a bűnt, és csak Istennek akar tisztán, igazán szolgálni és élni. Ha ilyen lelkülettel vagyunk, jöjjön bármilyen járvány, bármilyen betegség, bármilyen nyomorúság, a szívünkben ott kell legyen Isten békessége, és Isten azt mondja, hogy ha te így közeledsz hozzánk, akkor ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. És ide mindenki behelyezheti a saját nevét. Ne félj, kegyelmet találtál az Istennél. Isten letekint a magasságból, a hit szemeivel ma is keresi. Kiket keres? Mint akit akkor keresett, mikor itt volt a földön, emberi testben. Kiket keresett? Mit keresett Isten? Hitet keresett. Azt keresi, hogy kik azok, akik ezen bűn vírusától fertőzött világban hittel kapaszkodnak a mennyei szabadítóban. Ezt keresi az Isten. És kik azok, akik felismerik-e mostani járvány közepette, hogy már nem sok van hátra. Mert hittel tekintenek túl ezeken a csúnya dolgokon. Ezeknek, akik ilyen hittel tekintenek, és akiket az Isten így keres, hogy ilyeneket lásson meg, ezeknek az embereknek azt mondja a Jóisten a Lukás 12:32-ben, ne félj, te kicsi nyáj, ne félj, mert tetszett a ti atyátoknak, hogy néktek adja az országot. Igen, kedves testvérem, kedves hallgatóm, Isten számodra is készíti a helyet. Mindenki számára készíti. Aki valóban túllát mindezeken, mert Isten bekapaszkodik. Igen, Isten készíti a helyet. Ha tudatában vagyunk ennek a csodálatos hírnek, lehet tudatában vagyunk, de, mindig ott van egy de. De ennek ellenére a tudatában vagyunk, hogy Isten készíti nekem a helyet, de mégis körülnézünk a világban, ami viharos. És mégis emiatt, mivel a vihart látjuk, mint Péter, eluralkodik rajtunk a félelem. Hogyha széjjel nézünk, tudjuk azt, hogy Isten készíti az országot, de mégis, mikor széjjel nézünk, megrémít bennünket ez a világon levő bizonytalanság, nyugtalanság, mert az embereknek a gonoszsága, az embereknek a szeretetlensége. Hogyha tudjuk, hogy Isten készíti a helyet, de mégis ott vagyunk a beteg ágyon naponta, ott kínlódunk, élet-halál harcot vívunk, az életünkért küzdünk, és ezért félünk, és ezért fél az ember, hogy elveszíti életét, elveszíti családját, talán elveszíti hitét, talán elveszíti üdvösségét. És mindezek a félelmek ott vannak rajtunk, pedig nem is akarjuk. Mi mást akarunk, de mégis rajtunk van ez. Hogyha így éljük meg ezeket a pillanatokat, akkor neked, kedves testvérem, hallgatóm, most ezt mondja az Isten, amit az Ésajás 44. fejezetének 10. versében mond. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ne félj, szól az Úr, a te megváltód,
Izraelnek szentje. Ne félj! Amen. Imádkozzunk. Szerető Istenünk és mennyei Jóatyánk, hálásak vagyunk te néked gondviselésedért, hálásak vagyunk szeretetedért. Köszönjük Istenünk, hogy te bátorító Istenünk vagy. Bárhogy tomboljon a vihar körülöttünk, köszönjük Istenünk, hogy te ott vagy a viharban. Te nem hagysz magunkra. Megengeded, mert tudod, hogy kell csiszolódjunk, kell készülődjünk, rendbe kell tegyük magunkat, sok felesleges dologtól meg kell szabaduljunk, és mindent kárnak és szemétnek kell ítéljünk. Csak te legyél az egyedüli drága igazság a mi életünkben, hogy utánad igazítjuk, szabjuk a mi életünket. Nem a mi erőnkből, mert el sincs erőnk, hanem a te erőd által. Te munkád bennünk, Istenünk, az akarást, mert sokszor még akarni sem tudunk. És a jó véghez vitelét is, csak te általad tudjuk megtalálni. Így légy velünk, Istenünk, szükségünk van te reád. Te látod, Istenünk, hogy elmúlt egy év, és azt hittük, hogy mi hamar túl leszünk mindenen. Sokan fellángoltak, aztán alábbhagytak. Sokan már közömbösek leszünk, egyik ezt hiszi, másik azt hiszi. Össze van zavarodva az emberi lét. De Istenünk, te örök Isten vagy, te ugyanaz vagy, aki voltál, te nem változol. Istenünk, adj nekünk erőt. Adj nekünk a te szeretetedet. Hogy a te szereteted által lássuk embertársainkat. A te erőd által tudjunk szolgálatkészségben segíteni rajtunk. És adj nekünk, Istenünk, józanságnak lelkét, isteni bölcsességet, hogy átlássunk a hamis ármányokon, és csak téged lássunk, túllássunk minden nehézségen és viharon, hogy te ott vagy, és te biztosan vezeted a mi életünk hajóját. És Istenünk, ezért segíts meg bennünket, hogy tűnjen el bennünk, illanjon el belőlünk a félelem, a halálfélelem, amit a gonosz akar belénk ültetni, hanem a te békességed üljön a mi szívünkben, a mi egész lényünkben, te nyugtassál meg bennünket. A te Isten félelmed legyen mindig előttünk, és bármi jöjjön, mi ne féljünk, mert tudjuk, hogy a te kezedben van a életünk, és akármi lesz is, az a mi javunkat szolgálja. Köszönjük Istenünk, hogy te meghallgatsz, és velünk leszel. Jézus nevében kértünk. Amen.